Kocsis Csaba 21. alkalommal van a táborban, amióta 2001-ben a Barbarikum könyvműhely kiadta a Kádár Vitéz útja című könyvét, akkor hívta őt meg Körmendi Lajos a táborba. Az író halála után 2005-ben átvette tőle a tábor vezetői feladatokat is. Továbbra is szeretnénk Körmendi Lajos szellemét megőrizni, tulajdonképpen azért vannak olyanok, akik kezdetektől részt vettek a tábor életébe, vagy legalábbis az első táborokban is ott voltak. Bári Fábián László, aki több mint 20 éve jelen van a táborban, ő Kossuth Díjas író Kárpátaljáról. Gálfalvi György, aki a Látónak volt a főszerkesztője, Marosvásárhelyről érkezett, akinek azt szoktam mondani, hogy a kezei között átfolyt az egész magyar irodalom. Határon túlról most tulajdonképpen ők képviselik a határon túliakat, de itt van köztünk Jánosi Zoltán, a Magyar Napló kiadónak a főszerkesztője, velünk van Korpa Tamás, ő 2000-ben nagyon-nagyon fiatalon került el már Körmendi Lajos halála után. Olá András, aki szintén 2005 óta de látogatja a táborunkat, Kégl Ildikó Miskolcról, Finta Éva, aki József Attila díjas szerzőnk, és nagy öröm volt, hogy Gulyás Imre Debrecenben, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy Fecske Csaba is itt tudott lenni a megnyitón, a megemlékezésen, hiszen Fecske Csaba egyik legolvasottabb gyermek szerzőnk. És ki van még itt, aki még fognak érkezni, mert Elek Tibor, aki a Gyulai Vált Színháznak a vezető és a Bárka folyóirat főszerkesztője feleségével, Farkas Velma névával fog érkezni, és Nyulász Péter, aki szintén egyik legolvasottabb, legismertebb szerző a magyar gyermekirodalomban jelenleg. A tábor tagjai fontosnak tartják, hogy találkozzanak a falu lakóival, az érdeklődő nyaralókkal, így felolvasó estet is tartanak műveikből, melyek Berekfürdőről szólnak, de más programokat is szerveznek. Azt gondolom, hogy Berekfürdő valahol a béke szigete is, és ez fontos számunkra. Voltak, tudom, Nagykőrösről, Kecskemétről érkeztek a közönség soraival, tehát végül is jól propagálják a munkatársak ezt a rendezvényt. Akit érdekel, az megszólítva érzi magát. A tábor azért azt mindig úgy szokott kezdődni, hogy hétfői nappal, hogy Körmendi Lajos sírjánál megemlékezünk. Annyival bővült ki sajnos, hogy a Hajdú Lajos doktor úrról is már csak emlékezünk, hiszen ő sokat tett a 30 éves településért, és utána szerettünk volna Kossuth Díjasokkal beszélni, egy Kossuth Díjasok volt a Vári Fábián László, mert betegség miatt, illetve fellépés miatt, mert hát ez azért jó dolog, hogy fellépés miatt kell valakinek távol lenni, hiszen Csíkos Sándor, aki Karcag díszpolgára lett most legutóbb, azt hiszem augusztus 20-án nem tudott így eljönni, de számunkra érdekes volt. A mai nap meg azért érdekes, mert a Kár pedig nem együttes jön, akinek kunhegyesi gyökerei vannak, és DNS Esztertől, Jenei Gyulától és Körmendi Lajostól hoznak verseket és fogják előadni. A tábor résztvevői most is készítenek írásokat Berekfürdőről, hiszen ez az egyik kitétele a részvételnek, amellett, hogy töltekezést, élményeket jelent nekik a bereki gyógyvízben való beszélgetés, fürdőzés.